Üdv mindenkinek, Ronin vagyok, ez pedig itt a 7 Days to Die 17. epizódja. Onnan folytatjuk, ahol az imént abba hagytuk. Úgy gondoltam, hogy ebben a részben egy kicsit megyünk és bányázgatunk itt a környéken, de egyelőre ledobáljuk azokat a cuccokat, amik fölöslegesek számunkra. Megpróbálom szétosztani itt a dolgokat megfelelően. Úgy terveztem, hogy kimegyünk, szedünk föl néhány ilyen szürke sziklát, ami a környéken fellelhető. Egészen addig, amíg zombik vissza nem üldöznek minket a helyünkre. Aztán este majd lehelyezik ezeket az iron bárokat, ha már minden igaz, akkor az összes elkészült. Így van. És megmutatom, hogy mire is gondoltam, mikor azt mondtam, hogy ezeken fogunk majd tudni táncolni a zombik feje fölött. Egyelőre ezeket lerakjuk. Ha szerencsénk van, akkor sokáig kint fogunk tudni maradni, ugyanis eléggé elszigetelt helyen ütöttünk tanyát, úgyhogy valószínűleg nem nagyon fognak minket zavarni a zombik este. Hol is tegyem ezt, hol is tegyem? Mondjuk valahova ide. Így. Ezt a videót rögvest azután kezdtem el felvenni, hogy az előző részt abba hagytam. Úgyhogy ha esetleg közben kijött valami frissítés, akkor elnézést kérek. De kénytelen vagyok így fölvenni, ugyanis hosszú műszakaim lesznek ezek után, és nem fogok tudni se holnap, se holnap után videót fölvenni, úgyhogy egybe le kell tudnom ma hármat. Úgyhogy lehet, hogy egy kicsit szétszórt leszek, vagy egy kicsit szűkbeszédű. Úgyhogy elnézést emiatt, előre is. Nos, szerintem induljunk még, amíg világos van. Azt mondja, hogy ott is van egy. Egyből. Most más nem is akarok felszedni csak ezeket a köveket itt a környéken. Ameddig csak lehet. Na remélem nem túl hangos. Kopácsolás. Nos. Ezzel egy megvan. És tulajdonképpen ezzel fog telni mostanában az időnk. Úgyhogy jó lenne most már, ha képes lennék valamivel jobb szintű eszközöket is gyártani, de sajnos nem elég magas szintű a eszközkészítési képességem, úgyhogy szerintem este majd felhasználjuk a most összeszedett köveket, és gyártunk néhány kőbaltát, csak azért, hogy felfejlesszük az eszközkészítési tudásunkat legalább olyan szintűre, hogy zöld eszközöket tudja készíteni. És most, hogy így megakadt a szemem ott a háttérbe húzódó barkás üzleten, gyorsan elszaladunk majd odáig, és megnézzük, hogy respawnolt a loot, ugyanis ez már a 12. nap. Ha jól emlékszem, már a második napon megnéztük, hogy mi van oda bent. Ezt már ugye felszedtük. Elég sokáig ott maradnak a holttestek egyébként. Régen. Hát nem is olyan nagyon régen, de pár tized alfával ezelőtt még ezek a vas tömbök nyújtották a legjobb nyersanyagforrást. Mármint vas szempontjából. De mostanában már kicsit lenerfelték a dolgot. Hát úgy veszem észre, hogy itt még mindig semmi. Semmi érdemleges. Még mindig minden üres. Apropó, hogy ilyen kosarat érdemes azért felszedni, mert hát ez a rossz minőségű. De ha kicsit jobb minőségű lenne, akkor majd rá lehetne szerelni a mini biciklire. A mini motorra. És akkor egy saját inventory-val rendelkezik. Zombi? Zombi? Nem, csak bokor. Oké. Azt hiszem, ezután a kő után újra megszerelhetjük ezt a csákányt. Hát lassan már leromlik olyan szintre, hogy
hogy jól lassan jobb lesz az, amit én csinálok. Ez is egy módja annak, hogy jobb cuccokat készítsünk, mint ami jelenleg van. Csak nem épp a optimális. Hát remélem nem lesz túl unalmas a rész, csak azért, mert harvestelek. Igyekszem azért lehetőleg mindenfélét felszedni, ami az utamba esik. Csak nem igazán akarok már nagyon elkolbászolni, és este 8 van, és nem szeretném, ha meglepnének éjszaka a futózombik. Meg ugye este én úgy vettem észre, hogy könnyebb előidézni a hordát bármiféle kopácsolással, mint nappal. Hát majd meglátjuk. Illetve remélem nem látjuk meg. Fa, mennyi van nálunk? Hát, egy fél csomag. Egy fél adag. Egy fél egységnyi. Csak hogyha ragaszkodni akarok ahhoz, amit mondtam a legutóbb, hogy jaj, hülye szarvas. Fuss, most nincs rá szükségem. Fuss és szaporodj. Illetve fölugrok szerintem az ásóért, mert még itt vagyunk a közelben. És megritkítjuk az egyik ilyen... Menj innen szarvas, mert meg fogsz halni a tüskéktől. Hus. Csak belemászik. Megritkítjuk az egyik ilyen anyaglerakatot. Ugyanis sok anyag lesz szükség, amikor el akarjuk majd készíteni a lövedéket. Na, belehalt, belehát. Buta, buta szarvas. Nem baj. Ajándéklónak nem nézzük a fogát. Földolgozzuk szépen, ne vesszen kárba. Hoppá. Fúj. Na. Ó, de most van nálunk szagló dolog a fenébe. Ezt kihajítjuk, visszavisszük szépen. Ne legyen nálunk semmi, ami bűzölög az éjszaka közepén. Nem lenne túl kellemes, ha meglepnének minket. Mint azt már említettem. Ez nem ide. Ezt vissza. Scrapeljük. Hát lassan már nem is fogok tudni kimenni. Ilyen sötétbe. Na, mindegy. Azért én megkockáztatok néhány ásócsapást. Igazából egy végső megoldás van arra, hogy elkerüljük a nagyobb hordákat. Nem szeretek hozzá nyúlni, mert ez kicsit olyan túl könnyű, vagy túl egyszerű megoldás, hogy az a zombi horda napján a föld alatt vagyok. Tehát, ha föld alatt húznám fel a bázisomat, teszem azt egy 5-6 kocka mélyen, vagy egy bányában, ami már a sivatagos területen föllelhető, akkor az a horda egész egyszerűen áthaladna fölöttem, és nem zargatnának. Nem igazán látom értelmét, ugyanis ez egy túlélő játék, tehát az benne a poén, hogy túl kell élni a hordát, még akkor is, ha nehéz. Úgyhogy nem szoktam ehhez folyamodni, de jó tudni, hogy ehhez a eszközhöz is nyúlhatunk, hogyha szükségünk van rá, mindenféleképpen. És azért tájékoztatásképpen elmondom, hát ha ti is kedvet kaptok a játékhoz és megveszitek. Tört verziókat nem igazán ajánlom, mert próbálkoztam vele, bevallom. De azok még nem kerültek feltöltés, és nem is fognak. Az a baj vele, hogy velük a tört verziókkal, hogy először is nem frissíti magát automatikusan, tehát akármi új vagy dolog történik a játékban, vagy javítást eszközölnek, az nem fog megérkezni a számítógépünkre. Úgyhogy ez konkrétan nem egy jó dolog. A másik meg, hogy sokkal-sokkal durvább laggok és textúra hibák bukkantak föl a tört verziós játékból. Plusz a nyelvvel is mindig gond volt, úgyhogy abszolút nem ajánlom. Igazából érdemes, ha azt kérdezitek, hogy érdemes-e megvenni eredetiben ezt a játékot. Ha szeretitek ezt a műfajt, igen, mindenféleképpen. Egyrészt azért, mert mint tudjuk, alfa verzió, tehát még változhat. Ha most megnéznétek a régi alfa 7 vagy alfa 6-os verziót, föl se ismernétek szinte, annyi minden megváltozott benne, és a jobb irányba, tehát kicsit komplexebb lett a játék, kicsit szebb lett a játék,
és sokkal több időt bele lehet ölni, mint ezt az ember gondolná, főleg ha a saját bázisát csinosítgatja és fejleszgeti. Azt most gyorsan megszereljük. Egész jól haladunk agyaggyűjtésbe. Mire ezt beolvasztom, eltüzelem az összes fámat. Hol is tartottam? Ja, igen. Tehát szerintem érdemes megvenni a játékot. Plusz, ami még hozzátehet nagyon a játékélményhez, az a multiplayer. Egyszer-kétszer próbáltuk egyik kedves ismerősömmel, és igazából csak azért hagytuk abba, mert abba kellett hagyni. Mert mind a kettőnek dolga akadt utána. De azt kell mondjam, minél többen játszunk, annál jobb. Kicsit, illetve nem is kicsit, hanem nagyon más. Tehát ha multiplayerbe játsza az ember, akkor jó, mert az még az egyik ember, mit tudom én, fát vág, addig a másik ember képes a bázist fejleszteni, vagy éppen kaja utánkoslat. Plusz ketten könnyebb megvédeni aktívan a bázist. Tehát kiállunk ketten a tetőre, és onnan osszuk a zombikat, de az kétszer több lövedéket jelent. Lövedéket. És kétszer erősebb védelmet. Viszont olyan szinte nehezebb, hogy kétszer annyi élelemre is van szükség. Ugyanis most másik túlélő is éhezni fog, és szomjas lesz. Plusz még egy kis nehezítés történik ilyenkor. Mégpedig az, hogy akár játszhatunk egymás ellen is. Tehát lehet PvP-zni tulajdonképpen a játékban. Nem teljesen kiforrott, tehát annyira nem durván zajlik ez, mint például a DayZ-be, ahol csak erről szól az egész, tehát hogy szerez minél gyorsabban, minél jobb fegyvert és lődöljön a másikat minél messzebbre, hanem itt azért ugye a bázis rohamokat is lehet rendezni, tehát hogy teszem azt közös megegyezés alapján, amit tudom én, az ötödik nap én rohanom meg a te bázisodat, aztán te rohanod meg az enyémet, és akkor hát kiderül, kinek jobb a védelme. Itt lépnek életbe a jobb kis aknák és az egyéb dolgok, amiket esetleg a másik játékos nem vesz észre, és puff, belegyalogol. Vagy egy jó kis mesterlövész pozíció, ami jó el van dugva a domboldalba, vagy valami ilyesmire gondolok. Tehát ötleteim ahhoz is vannak nagyon sok. Túl melegedett az emberem. Ó, el is felejtettem, hogy találtunk ugye egy jobb kis bőrcsekit. Mit is akartam még mondani? Ja, igen. A másik, ami ténylegesen nehezíti a helyzetet, az a nagyobb zombi horda. Ugyanis sokkal-sokkal brutálisabbak a zombi hordák már az első hordanaptól kezdve egészen az utolsóig, tehát rengeteg-rengeteg zombi jön. Viszont ami még nincsen rendesen kiforva a játékba, az az, hogy ide is és oda is spawnoljanak a zombik. Tehát ha multiplayerbe játszunk és, mit tudom, játszunk négyen, mert annyian is lehet, akkor a zombi horda csak az egyik helyre fog lepottyani. Tehát hogyha van három bázis, három elszeparált bázisunk egymástól, mit tudom én, két városnyi távolságra, akkor csak az egyiknél fognak meg, egyiknél fog megjelenni a horda. Úgyhogy igen, ez még nincs teljesen kitalálva. Annyi, azt hiszem ennyi elég lesz egyelőre. Mint láttátok, már rég elmúlt 11 óra is, de nem találkoztunk zombival, úgyhogy ezért is érdemes városon kívül leörni a tanyát. Most a városban lennénk egy házban, mire kiutok és bejutok, már addig találkozok legalább 6-7 zombival, úgyhogy... Na szóval... Elkészült közben a ragasztó, ez nagyszerű. Aztán olvasszuk be ezt a 1000 kis agyagot. Méghozzá menni kéne ehhez. Mondjuk egy ennyi fával. És ez szépen bedolgozza ide a clayhez. Látjátok, már van benne 3569, úgyhogy igazából nagyon nagy gondunk a lőszerrel már nem lesz. Később majd szerintem csinálok még egy forge-ot, vagy esetleg kettőt, hogyha úgy tudódik a helyzet, hogy nagy szükségünk lenne rá. Egyelőre most ez az egy is elég. Természetesen minél több horda, vagy horda, minél több kohónk van, annál durvább, annál több, nagyobb zaj csapunk, nagyobb lesz a heat területen, amit említettem a legutóbb. És hát ehhez mérten több zombi fog jönni, és gyakrabban. Volt olyan verzió, hogy a közvetlen a centerváros közelébe vertem tanyát. Ez még akkor volt, mikor a térkép közepén terült el a lerombolt város. És egyfolytában jöttek a zombik, tehát nem volt megállás egyáltalán soha se. Nem volt olyan, hogy üres járat. Na, az egy igazán brutális élmény volt.
Soha nem volt még annál nehezebb építkezésem, tehát jóformán még meg se száradt a beton, már is ütötték a zombik, és igen, ez egy egyetlen hátránya a betonfalnak, hogy meg kell várni, még megszárad. Ha megszáradt, onnantól kezdve oké, okay, tehát tankkal se lehet lebontani jóformán, de amíg nem szárad meg, addig puha természetesen, tehát nem igazán szabad a közelébe menni. Mit is szerettem volna? Igen, ezeket a leather dusterőket, ezeket szerintem beszkreppelem, ugyanis van egy sokkal jobb rajtam, amit most leveszek, mert már kezd melege lenni megint a karakternek. Látjátok, sárga minőségű. Így, azt most lekapjuk magunkról. Úgyhogy ahányféleképpen játszátok a játékot, annyi féleképp lesz a végkimenetel, ha lehet ezt mondani. Érzőjelben, mert természetesen vége az nincsen. Még. Vagy már, vagy nem tudom, hogy lesz-e egyáltalán vége ennek valaha. De hát ez így jó, ez egy ilyen kis endless móka, amit sose kell abba hagyni, csak akkor, ha már mennetek kell dolgozni, vagy iskolába, vagy ahogy kinek, ahogy tetszik. Mit is szerettem volna még? Ja, hát igen, lassan hajnalodik. Úgyhogy a következő napi rutinunk, az pedig, 13. nap, tehát a következő nap ezután már zombi horda. Úgyhogy úgy vélem, hogy elkészítem a teszt jaj, nem teszem a szöges drótot. Le akartam fordítani egy magyarra, nem akartam kimondani, hogy barbed wire. És megnézzük, hogy is szuperál ez az egész. Nincs bent vas, bakter. Jó. Akkor ezt is be kell olvasztanunk sajnos, hogy tudjak csinálni egy kis kovácsolt vasat. Egyelőre kettőre futja, hát ez nem egy nagy szám. Megnézzük, van-e még tartalékban? Nincsen, csak az, ami nálam volt javítás céljából. Nagyon kell a vas is. Igazából, itt a konkrét mix, azaz a betonkeverék. Ezt fogjuk majd használni az építkezéshez. Azt hiszem meg is mutatom majd, hogy működik ez az egész dolog, csak az a baj, hogy a rebar frame, azaz a vas vászhoz is vasra van szükség, ami nincsen egyelőre. Úgyhogy nézzük csak ezt a barbed wire-t, barbed, így. Furcsa hangot adott ki a macskám. Érdekes. Na mindegy. Szóval, hát nem jön ki belőle annyi, amennyit szeretnék. De egyelőre jó lesz. Megnézzük, hogy is szuperál. Vagy hogy miként tudnám letenni. Ezt megtartjuk szerelési célzattal. Barbed wire, na nézzük, hogy működsz te nekünk itt. Ó! Oh. Tehát ez olyan, mint egy fal. Tehát valami közé, vagy valamihez ki kell feszíteni. Hogy is tudnám ezt kifeszíteni? Kíváncsi vagyok, hogy... Ugye ezt a tüske vonal elé akarom, tehát oda akarom végig. Csináljunk ilyen... faoszlopokat. És próbáljuk meg ahhoz. Feszíteni. Nézzük csak, hogy mennyi fa van nálunk. Nézzük csak, wooden, pole, ha jól tudom. Pole, nem jó. Pole. Oké, okay, megvan, szuper. Csináljunk egyelőre egy... Mennyi is lett ebből? Kettő összvisz? Hát, ez nem sok. Úgyhogy csináljunk kettőjét. Ezt tesszük. Aztán kipróbáljuk, hogy is működik ez a gyakorlatban. Hova is tegyük le? Honnan jött az előző horda? Innen? Jól emlékszem, hogy innen? Ő legyen itt. Azt mondja, hogy helyezzük le ezt ide. Egy. És ugye kettő. Mondjuk így. És akkor... Ó, ezt rosszul csináltam. Aha.
Elcsesztem, mert ugye errefelé néz a kocka. Na, előfordul. Na nem baj, megpróbáljuk még egyszer. A gondom ezzel az... Ó, volt egy ötletem, de most... Hát, hogy ez nem is olyan jó. Csináljunk még... kettőt. És akkor magasabbra tesszük, hogy ilyen fejmagasságú legyen. Na, nem igazán akarok ide kint mászkálni sötétbe, de most ez van. És... hogy is tegyem én ezt le, hogy jó legyen. Az a baj... Ha így teszem le, akkor nem tartja rendesen. Fene, fene, fene. Hogy is kéne? Így nem jó, azt tudjuk. Próbáljuk meg... így. Hopp. A francba. Így. Ezt így lehelyezzük, és akkor kifeszítjük így közé. Hát, mivel ugye csak kettő van... Hopp. Ezt most miért nem engedi ide? Valami van itt, ami akadályozza. Ez fura. Valamiért nem engedi mögé tenni. Ezt meg ráteszi így. Aha, így akarom. Ó, király, jó. És akkor még ide kéne középre egy, amit most nem tudom megcsinálni egyelőre. Gyorsan bemegyek, készítek még néhány Forged Iron-t. Iron. Oké. Okay. Oh, wow. Ez nem is olyan kevés. Mennyi kell egy barb... Mennyi kell egy olyan tüskéhez? Barb wire. Kettő kell egyhez. Úgyhogy egyszerűen csak megduplázzuk. Azt mondja, 2, 4, 6. Jó, egyelőre elég lesz még egy. Áú! És mint látjátok, van 16 skill pontom. Basszus. Van 16 skill pontom. Amit még el tudnék költeni. Egy. Nem is kell, csak egy. És mint látjátok, ránk hajnalodott. Úgyhogy lassan indulhatunk is, illetve nem is akarok elmenni. Föl kéne kicsit tuningolni a bázis védelmét, de nem tudom egyelőre még, hogy mit tehetnék, hogy jobban védjenek az utcaim. Mert ugye a következő nap horda, úgyhogy szerintem itt maradunk és letesszük körbe ezeket a kis iron bárokat így szépen a falra. Ezzel leszünk elfoglalva holnap. Mivel a tüske kifejlesztés, a tüske fejlesztéséből kihagytalak titeket, ezért úgy vélem, úgy az igazságos, hogyha a következő rész arról fog szólni, hogy fejleszgessük egy kicsit a bázist, és hogy ti is lássátok, hogy mennyi időbe és telik és energiába ezt így rendbe tenni, még egy idézőjelesen gyakorlottabb kéznek is. Úgyhogy szerintem... Úgyhogy szerintem a következő rész az erről fog szólni. Gyorsan ezt még itt letesszük, és akkor ez lesz itt a kis tesztalanyunk. Még hozzá... A elvileg ide engedi... A fene... Valamiért nem. Hogy is tehetném ezt ide? Kettő közé. Oh! Bingo! Yeah! Nos. Trótháló. Holnap kiderül, hogy is szuperál. Illetve nem holnap, hanem a következő részből. Remélem akkor is velem tartotok. Addig is kitartás, srácok. És holnap bázist fejlesztünk. Sziasztok!